Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Sok szeretettel köszöntöm a dél-magyar.hu podcast csatornájának hallgatóit, én Kis Anna újságíró vagyok, és szeretettel köszöntöm Gyógyír podcastünk vendégét, Hangai Józsefet, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársát. Üdvözlöm a hallgatókat! Mesélj kérlek, hogyan telt az elmúlt egy hét az életmentők számára a Vármegyében? Vármegyei szinten 1328 feladatot láttunk el, és Szegeden 623 esetben segítettünk. Milyenek voltak az esetek? Balesetek voltak túlnyomó többségben, vagy rosszul létek? Balesetek, rosszul létek, belgyógyászati jellegű rosszul létek, neurológiai jellegű rosszul létek, úgyhogy igazából a szokásos. Nagyon kirívó eset nem volt, nyilván volt baleset, volt súlyos baleset is, de olyan nagyon kirívó, ami a szokásostól eltérő nem igazán volt. Azt látjuk, hogy megnövekedett az esetszám, valószínű, hogy a hidegfront, illetve az esős, hideg, ködös időjárással valószínű összefüggésben, de olyan nagyon kirívó szokásoshoz képest nem volt. Meg hát azért mindenki az ünnepre készül. Ugye múlt héten már felhívtuk a figyelmet arra, hogy türelemmel, felkészültséggel megelőzhetjük azt, hogy így a felkészülés alatt egyébként az ünnepekre történő felkészülés alatt baleset történjen, rosszullét történjen, de mit csináljunk akkor, hogyha bekövetkezik a baj otthon, például konyhai baleset, fafaragás közben, mi az a pont, amikor már mindenképp mentő segítséget kell kérni, vagy éppen az orvosi ügyeletet kell tárcsázni? Alapvetően célszerű, hogyha van otthon némi házi patika, akár a rendszeresen szedett gyógyszerek rendelkezésre állnak, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy idén is, ugye a karácsonyi ünnep is, hogyha jól emlékszem, igen, ott 24-a az vasárnapra esik, tehát ez egy háromnapos, sőt, hát a szombattal együtt ugye négynapos lesz a hétvége, úgyhogy a rendszeresen szedett gyógyszerek azok mindenképpen álljanak rendelkezésre. Még most az ünnepek előtt van lehetőség ellenőrizni, hogy kitart-e a gyógyszerkészlet az ünnepek végéig. Ha nem, akkor házi orvoshoz most van lehetőség elmenni, feliratni a rendszeresen szedett gyógyszereket. Természetesen lesz ügyelet, lesz ügyeletes patika, de miért várjuk meg az ügyeletet? Miért egy ilyen menekülő utat válaszunk, hogyha most még van lehetőség felkészülni? Azon kívül jó, hogyha van otthon valamilyen fájdalomcsillapító, lázcsillapító, görcsoldó gyógyszer, akár itt ugye a karácsonyi étkezések kapcsán valamilyen emésztés segítő gyógyszer, illetve hát ugye, hogy említetted is, a háztartási balesetek kezelésére jó, hogyha van otthon valamilyen raktapasz, kötszer, fertőtlenítő, sőt, akár patikában is beszerezhető nagyon jó minőségű égési kötszer. Ja, alapvetően az ünnepekre való felkészülés során jellemzően a fafaragásból szokott baleset adódni, erre jó, hogyha van valamilyen kötszer otthon, illetve a főzések során szokott előfordulni forrázás, égési sérülés. Erre nagyon jó az égési kötszer. Ez nagyon fontos, hogy kifejezetten égési kötszer is így kérjük a patikában is. Több változata van. Ezek nagyon jó hőelvonó tulajdonsággal és fájdalomcsillapító tulajdonságokkal rendelkeznek, és még a súlyosabb égési sérüléseknél is megvan a lehetőség arra, hogy akár későbbiekben maradvány tünetek nélkül, elváltozások nélkül gyógyuljon az égett testfelület. Nagyon fontos az, hogy az ilyen házi gyógymódokat, mint például a tejföllel bekenjük meg nem tudom, azokat mellőzzük, semmiféle port, eszközt ne rakjunk rá, csak is kizárólag az égési kötszert, illetve hogyha az nincs, akkor egy 5-10 percig maximum, de inkább az 5 perc legyen most már az a szemlélet. Egy 5 percig folyó hideg víz alá tartsuk az égett testfelületet, és utána pedig steril kötszerrel fedjük. Mi az az eset, amihez mentőt kell hívni? Ugye a mentőszolgálat az akut életveszély elhárítására van, az akut életveszélyes állapotok megoldására, gyógyítására van alapvetően a mentőszolgálat. Tehát, hogy olyannal találkozunk, ami megítélésünk szerint életveszélyes állapotot jelent,
vagy elviselhetetlen fájdalommal jár együtt, például akár egy súlyos, mondjuk másod-harmadfokú égési sérülés, vagy jelentős vérzéssel jár együtt, mondjuk egy fofargás kapcsán véletlenül olyan sérülést szenvedünk, hogy mondjuk spriccelő éjénkpiros vérzést találunk, akkor természetesen ugye a mentőszolgálatnak a segítsége rendelkezésre áll, és hogyha értesítenek bennünket, akkor megyünk és segítünk. Amennyiben nincs ilyen akut életveszély, de mégis úgy ítéljük meg, hogy kórházi ellátásra szorul az illető, hogyha képes bemenni a kórházba, akkor ugye önként is lehet jelentkezni az SBO-n mentőtől függetlenül is. A mentőszolgálat mellett természetesen rendelkezésre áll az alapellátási ügyelet is, ami olyan esetekre van fenntartva, és olyan esetekben tud hatékony segítséget nyújtani, ami várhatóan kórházi kezelést nem igényel, azonban a következő házi orvosi rendelésig nem halasztható, akár mondjuk egy epegörcs, vesegörcs ellátása az abszolút orvosi ügyeleti, ugye alapellátási ügyeleti kompetencia. Azt javasoljuk, hogy ilyenkor hívják a 1830-as hívószámot, és az irányításunk segíteni fog, hogy hova forduljon a beteg. Elinduljon az SBO-ra, elinduljon az ügyeleti ambulanciára, vagy éppen a közelben tartózkodik egy ügyeletes autónk, és az ügyeletet fogja a beteg lakására irányítani. Ha pedig akut életveszély van, akkor természetesen a 112-n keresztül a mentőszolgálatot tudják értesíteni. Hallható a te hangodon és az én hangomon is, de hogyha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy egyébként nagyon sok a környezetünkben is a beteg, ugye influenza-szerű panaszokkal, akut légúti fertőzés, koronavírusos fertőzés. Mi az a pont ezeknél az eseteknél, amikor segítséget kell hívni az ünnepek alatt, amikor mondjuk zárva van a patika, nyilván vannak ügyeletes gyógyszerterek, de amikor olyan szintre megy a betegség, hogy mindenféleképpen orvosi segítségre van szükség. Kit hívjunk konkrétan, a mentőket, az orvosi ügyeletet, vagy mit csináljunk? Például egy olyan lázgörcs esetén, amit olvashattunk ugye a napokban az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán, és ahol egy édesanyja írt köszönőlevelet a mentőknek, hogy segítettek ugye a gyermekét ellátni lázgörcsnél. Például egy ilyen lázgörcsnél mit kell csináljunk? Válasszuk szét a dolgokat, tehát az első része a mondatnak onnan indult, hogy influenza-szerű megbetegedés, koronavírus, megfázások. Alapvetően ez az időjárás nagyon kedvez az ilyen légúti fertőzéseknek, ugye ez a párás, ködös idő, ez nagyon kedvez ezeknek a vírus fertőzéseknek. Igazából ezek a vírus fertőzések nagyjából olyanok, hogy 3-4 napig szenved tőle az ember, majd utána megjavul. A klasszikus influenza-szerű felső légúti vírusfertőzések ellen bő folyadékbevitel, lázcsillapítás, illetve valamilyen vitaminbevitel az, ami célszerű. Látjuk és tudjuk azt, hogy a koronavírus is jelen van, terjed, meg növekedtek a koronavírusos fertőzéssel járó esetek. Azonban szerencsére mostanra a koronavírus gyakorlatilag influenza-szerű vírussá szelídült. Köszönő viszonyban nincs hála az ének azzal a megbetegítő képességgel, ami az első, illetve a második hullámban látható volt. Hogy mikor célszerű ilyenkor segítséget hívni? Hát alapvetően mondjuk egy nagyon magas és csillapíthatatlan lázas állapot, az egy olyan eset, amikor mondjuk az alapellátási ügyelet adott esetben hatékonyan tud segíteni. Hogyha valamilyen más alapbetegséggel társul együtt ez a nagyon magas láz, mondjuk egy szívelégtelenséggel, egy magas vérnyomással is, azon az oldalon is tüneteket produkál, akkor megint csak érdemes az alapellátási ügyeletet értesíteni, vagy akár a mentőszolgálatot. Ugye ami kifejezetten mentőellátás körébe tartozik, az mondjuk egy fulladással járó rosszulét, egy oxigénhiányos állapot, vagy mondjuk egy olyan fokú kiszáradás, ami biztos, hogy infúziós kórházi kezelést igényel. Ugye ez volt a felső légúti megbetegedések kategóriája. A másik a lázgörcs. Ugye a lázgörcs az jellemzően kisgyermekeknél fordul elő,
Ebben az időszakban különösen könnyen előfordul náluk is. Ugye egyrészt egy légúti fertőzésnek kedvez ez az időjárás, ez a Krupp nevű betegség, illetve a lázas állapotok idézhetnek elő lázgörcsöt. Ez nagyjából olyan fél egy éves kortól, olyan 5-6 éves korig jellemző rájuk, amikor hirtelen magasra felszökik a lázuk, és fogékonyabbak arra, hogy ilyenkor görcsrohama alakuljon ki náluk. Igazából úgy is néz ki, mint egy epilepsziás görcsroham. Megmered a gyerek, maga elé bámul, elkezd kékülni, lilulni a szája, és sokszor 4 végtagra kiterjedő görcsroham alakul ki náluk. Amit ilyenkor tenni kell, az az, hogy védjük őket a másodlagos sérülésektől, hogyha van otthon görcsoldó gyógyszer, mert hogy ez ugye diazepam, dezitin, kúp szokott lenni általában, akkor azt adhatunk nekik. Ugye ez nem olyan görcsoldó, mint az epegörcsöt, vesegörcsöt, hanem ezt az epileptiformi jellegű görcsrohamot szüntető gyógyszer, akkor azt be lehet nekik adni, hogy a görcsroham megszűnjön, és nagyon fontos, hogy utána figyeljük a légzését. Figyeljük azt, hogy a kékes elszíneződés visszavált egy normális bőrszínbe, a mellkas emelkedik-e, süllyed-e, átjárható-e neki a légútja folyamatosan, nincs-e esetleg valamilyen váladék, nyál, ami elzárja a légutat, esetleg az oldalára fordítani a gyermeket, és várni azt, hogy tisztuljon a görcsroham után. Természetesen ilyenkor, ugye, amikor észleljük a görcsrohamot, mentőt lehet és kell értesíteni, és a mentés irányításunk vonalban marad, és tanácsot fog adni arra az időszakra is, amíg a mentő a helyszínre érkezik. Nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk ahhoz, hogy hogyan készüljünk fel mi az ünnepekre, de ti, életmentők, hogyan készültök az ünnepekre? Többen dolgoztok-e ilyenkor? Hogyan zajlik a évvégi ünnepekre való ráhangolódás a mentőszolgálatnál? Karácsonyi időszakban nem szokott olyan feladatszám emelkedés előfordulni, ami indokolt eltenni azt, hogy plusz egységeket állítsunk a rendszerbe. Igazából ez számunkra feladatszám tekintetében, illetve jellegében olyan, mint bármelyik más hétvége. Valahogy az egész ünnep egy kicsit olyan, mint egy egészen szokványos hétvége, úgyhogy pont azért is fontos az, hogy lelkiekben ráhangolódjunk. Mi is szoktunk karácsonyfát állítani, mi is szoktunk fát díszíteni, otthonról szoktunk ételt behozni, és közösen leülünk vacsorázni, hogy meglegyen ez az ünnepi nap számunkra is, vagy az ünnepi hangulat számunkra is, átérezzük az ünnepnek a lényegét, és hát ugye ezt a múltkor is elmondtam, hogy míg más otthon a családjával, mi a családunktól távol, egy másfajta közösségben, de mégiscsak egy családias hangulatban, hiszen ez a bajtársi közösség, ez tényleg őszintén mondhatom, hogy egy egész családias hangulatot teremt. Mi itt együtt ünnepeljük a karácsonyt, illetve a szilvesztert is. Szilveszterkor egyébként szoktunk alkoholmentes pezsgővel kocintani már, hogyha van lehetőség, és bent tartózkodunk a mentőállomáson. Ha meg nem, akkor hát nekem is volt olyan, hogy a Dugonis téren a beteggel köszöntöttük egymást új év kapcsán. Úgyhogy ez benne van a pakliban, ez egy ilyen hivatás. Ezt mi mindannyian tudtuk, amikor idejöttünk és vállaltuk ezt a munkát. Különösen ugye, aki már sok éve benne dolgozik ebben a szakmában, az pontosan tudja, hogy ez mivel jár. Ennek ellenére soha nem szokott abból probléma lenni, hogy ki dolgozik karácsonykor, ki dolgozik szilveszterkor. Tudjuk, hogy ez egy ilyen munkamegosztáson alapul, hogy valakinek valahonnan, valamelyik ünnepnapból vinnie kell. És önként szoktuk vállalni, hogy éppen melyik napját vállaljuk az ünnepnek. Most egyébként az Országos Mentőszolgálat központilag fog beszerezni karácsonyfákat, úgyhogy várjuk azoknak az érkezését, és egy közös karácsonyfa díszítés lesz itt is, mint bármelyik családi otthonban. Emlékszem, tavaly egyetlen egy mentőautó sem maradt bent éjfélre, itt voltunk szilveszterkor nálatok, bízunk benne, hogy az idén másképp alakul, és 2024-et másképp köszönhetitek.
Igen, és ugye szilveszterkor pedig szoktunk plusz autót beállítani, hiszen ott azért előfordul olyan esetszám emelkedés, ami indokoltát teszi, úgyhogy erre mindig megerősített szolgálattal készülünk. Akár a városi rendezvényen ugye a Széchenyi téren van, hogy a talajban megbotlik, felbukik, illetve hát azért nyilvánvalóan sajnos pirotechnikai eszközből adódó sérülés is nagyon gyakran elő szokott fordulni. Nem mondom, hogy minden évben, de azért a kelleténél sokkal gyakrabban előfordul ilyen. Nagyon fontos, hogy csak az engedélyezett pirotechnikai eszközöket és az előírásnak megfelelően használjuk azokat, illetve hát az alkoholfogyasztással is lehetőség szerint legyünk mértékletesek. Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, és hát kellemes készülődést, ünnepeket kívánunk, hiszen jövő héten információm szerint már nem jelentkezünk, majd az ünnepek után fogunk újra podcastet készíteni veletek. Köszönjük. Köszönöm szépen, és akkor én is nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.